itt tartunk most, tehát lehet járni, hogy átléptük a járványküszöböt, ezek a tavalyi csúcsok. Grafikonon mutatja az influenzás megbetegedések adatait a megyei tisztifőorvos. Jól látszik, hogy nem sokára elérjük a tavalyi számokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik leginkább fertőzött térség. Itt 100 ezer lakosra számítva 350 fő felett van a betegek száma. Hetente legalább 30%-kal nő a panaszosok aránya. Elsősorban a fiatal felnőtteket, a kisiskolásokat és az óvodákat érinti a fertőzés. Máté Szalka és Nyírbátor területéről halmozódást is jelentettek, de intézmények bezárására nincs szükség. Aki tart attól, hogy a vírust elkaphatja, érdemes beoltatnia magát. Az oltóanyag ára nem változott, a patikákban 2000 forint körül már lehet kapni. Térítésmentesen a 60 év fölöttiek, a kisgyerekek és a kismamák, illetve a krónikus megbetegedésben szenvedők vehetik igénybe. A vakcina beadásáért viszont nem kérhetnek pénzt az orvosok. A beadás az ingyenes, az oltóanyagért, akinek nem jár a térítésmentes, ugyanúgy fizetni kell, mint eddig. Magas láz, gyengeség, levertség, izomfájdalom, száraz köhögés, ezek a legjellemzőbb tünetei az influenzának. Sokan úgy gondolták, megelőzik a betegséget. Már október, tehát az első, tehát amikor már kijöttek az oltóanyagok, már akkor beoltattam magamat. Főképpen a feleségem hatására, mert ő az egészségügyben dolgozik, de azért is, hogy tehát megelőztem a influenza járványt. Az elmúlt hetekben jelentősen nőtt azoknak a száma, akik influenzára utaló panaszokkal fordultak orvoshoz. Azok számítanak a legveszélyeztetettebbnek, akiknek valamilyen krónikus betegségük, szív- és érrendszeri panaszaik, vagy légúti megbetegedésük van. Az orvosok azt mondják, oltással még elkerülhető a betegség. Ilyenkor még talán érdemes felvenni az oltást, hiszen az influenza fertőzöttség azért még nem tetőzött, tehát azért a védettség még kialakulhat, de nyilván azért az oltásnak leginkább a megelőzés szempontjából van jelentősége, tehát legjobb az lett volna, hogyha már mindenki, akinek szüksége van rá, már felvette volna az oltását. Az influenza elleni oltóanyagokat a házi orvos is felírhatja, de a patikákban is lehet kérni. Beadása március 1-től ingyenes.